Parti István szakmája szerint gépészmérnök, ám a családi indítás a nagyszülőktől kapott muníció visszavitte a kaptárak világába. A gyerekként megszerzett tudás ma a megélhetését szolgálja. Sok mindent kipróbáltam, de valahogy az ember szíve mélyén, ahogy elültetik ezt a méhészkedést, a méhek szeretetét, ez mindenféleképpen visszavonza az embert. Visszatekintve akár csak 20 évre is azt kell mondanom, hogy igen. Tehát mindenféleképpen lefelé szálló ágazatban van, vagy ág, ágban van most a méhészet. Tehát ahhoz képest, hogy milyen könnyű volt, ugye így visszagondolva méhészkedni nagyapánk, pánk idejébe, ugye nem volt atka, olyan méhlegelők voltak, akár a tisztes fűre gondolok, amit elárasztotta a, a, a nyár után, az aratás után a tarlókat, tarlóvirág, máshogyan, bár ez a kettő ez különböző, de ugyanúgy mézel szinte mindegyik, úgyhogy gyakorlatilag nyáron mi többet pergettünk, mint akáckor. Most akác a főhordás, akárhogy is nézzük. Parti István véleménye szerint a nagyüzemi mezőgazdaság elterjedése vetette vissza a méhészkedést, és ezzel együtt a mézfogyasztás is csökkent. Azért még a 60-as években nem volt jellemző ilyen nagymértékű monokultúra, mint amilyen most van. Itt gyakorlatilag kukorica, búza, napraforgó, repce és kifújt. Tehát más nincsen. Hát ennek megfelelően aztán ugye intenzív növényvédelmet is kell folytatni, mert a monokultúránál ugye felszaporodnak a kártevők, és intenzív növényvédelemre van szükség, tehát komolyabb használatra, ami a régi időben nem volt jellemző. Ez a koronavírus, ez egy érdekes dolog, tehát ez egy olyan figyelmeztető jelzés az emberiségnek, hogy ugye az a szlogen a 60-as években, ott a szovjetek hangsúlyozták, hogy hogy e, e, uralmunk alá hajtjuk a természetet, hát ez valószínűleg nem sikerül. És a természet ez megmutatja, hogy megrázom magam, és tulajdonképpen élem tovább az életemet, és az emberek, ha tetszik, hanem lerázódnak róla. Nem tudatosak az emberek a mézfogyasztást illetően, mondja a méhész. A boltok porceiról sok esetben az ár alapján, nem a minőség alapján választanak a vevők. Én nekem méhegészségügyi felelősként tavalyig az voltam, van rálátásom, hogy a méhészek hogyan dolgoznak. Tehát a méhek e, e, életébe és a kaptárakba is be tudunk vinni vegyszereket, és tudunk vegyszermentesen termelni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember legalább a kaptárba ő maga, ne vigyen be vegyszereket. És most ugye az atka írtás kapcsán jöttek elő az oxálsavas, illetve a természetes savas készítmények, amik hát ugye nagyban meghatározzák a méhek egészségét, meg hát ugye a fogyasztók egészségét is. Most arról ne is beszéljek, hogy ezek a hamisított mézek, amit mondjuk adott esetben a szabadkai piacon is lehet venni 800 forintért, és azt mondják, hogy lemegyek oda mézért, hát én erre azt mondom, hogy azt edd meg te. Tévedés ne a kínaiak között is van jó méz, de van tényleg hamisított. Ami a szűr technológiával, tehát egy olyan, olyan ö, ö, anyag, ami megint csak nem látott virágot meg méheket. Most már olyan fel, ö, ö, olyanok a feltételek, és olyan tökéletesen tudnak hamisítani, hogy a laboratóriumi körülmények között is nehéz megállapítani, hogy az hamisítvány hát nem, hogy egy fogyasztó. Hát egy fogyasztó végképp nem tudja megállapítani. Reménykedem benne, hogy visszahozható a szakma és a méz presztise, mondja Parti István. Én reménykedem benne, hogy, hogy, kap az emberiség olyan pofonokat, hogy, hogy kénytelen a természetes irányba fordulni, és kénytelen természetes úton élni és táplálkozni, és akkor, akkor megint csak előtérbe kerül az a fajta méztermelés, amit hát én is szeretnék megvalósítani, meg hát gondolom a bioméhészek. Hát én nem tudom a bioméhészetet megvalósítani, mert itt az autópálya, és ez két kilométerre van tőlem, úgyhogy három kilométeres körzeten kívül kellene, hogy legyen.